Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, az égi kapuk nyílása október hónapban. Mit jelent ez? A mi naprendszerünk is mozog, a központi nap Alkyoné. Alkyoné lefordítva egy királynőt jelent, aki győz a hamisságok a rossz felett. Amikor a mi földünk Alkyoné fele tekint, akkor ezt a napot úgy nevezzük, nyílik egy égi kapu. Alkyoné nem más, mint a meséből ismert Holle anyó. Egy ilyen napon, amikor kinyílik egy égi kapu, érezzük Holle anyó közelségét. De mi döntünk, hogy milyen irányba tekintünk. Átvesszük ezt az energiát, megbízunk benne, akkor segít. Ha mi ezt elutasítjuk, vagy egy rossz irányba tekintünk, félelmeink vannak, bizonytalanságok. Ilyen esetben előfordulhat, hogy ezeken a napokon érzékenyek vagyunk, eltúlozunk valamit, megsértődünk. Ezeket a napokat ismerték a maják is, és benne van az ő naptárjukban. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám. Ezek a hullámok rezgéseket jelentenek, vagy frekvenciát. Egy hullám mindig 13 napig tart, az olyan, mint nálunk a hét. Október 4-én indul egy új hullám, azon kívül október 4-én nyílik egy égi kapu is. Ez az új hullám, a 12. hullám. E felett az idő felett, október 16-áig Kán uralkodik. Ezen a napon, mint mondtam, nyílik egy égi kapu a Plejádok felé, Alkyoné felé, Alkyoné a Plejádokhoz tartozik, és hat ez a Kán energia. Kán lefordítva egy magot jelent, amit elvetünk, ami kell, hogy később növekedjen, kivirágozzon, vagy hozzon termést. Ez a nap, tehát október 4-e alkalmas arra, hogy mi valami újat kezdjünk, ami kivirágzik, ami kibővül. Itt termésről van szó. Lehet, hogy kell türelem, de türelem rózsát terem. Október 7-én kinyílik újra egy égi kapu a Plejádok felé, Alkyoné felé, még mindig a 12. hullámban vagyunk. E felett a nap felett Manik uralkodik, egy kék színű kéz. Ez a kék szín a víz elemére utal, az érzelmekre, mert a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Azon kívül ez a kéz még közli velünk, lesz egy segítő kéz, az lehet az égi hatalomból is, vagy hogy vegyük kezünkbe a dolgokat. Október 12-én nyílik újra egy égi kapu, még mindig a 12. hullámban vagyunk. E felett a nap felett Eb
uralkodik. Ebb lefordítva egy utat jelent. Egy új utat, egy új irányt. Azon kívül fontos döntéseket. Október 17-én indul egy új hullám, mégpedig a 13. hullám, és eltart október 29-ig. E felett a hullám felett, és október 17-e felett is Kábán uralkodik. Ez a mi földünket jelenti, és egy szertartást. Ez a nap alkalmas arra, hogy tegyünk egy szertartást, hogy az álmaink megvalósuljanak. A föld eleme mutatja a reális dolgokat. Október 18-án kinyílik egy égi kapu a Plejádok felé, Alkioné felé, még mindig a 13. hullámban vagyunk, e felett a nap felett Etznáb uralkodik. Etznáb lefordítva egy tükröt jelent. Valami tükröződik az életünkben, és bele kell, hogy nézzünk ebbe a tükörbe, mert mutat számunkra valamit. Nem csak azt, hogy sminkeljük magunkat, hanem az élet mutat valamit számunkra. Vagy felfedezünk egy zenét, vagy egy számot, vagy egy betűt, vagy lesz egy kapcsolat, mások tükröznek számunkra valamit, gyakran ebből tanulnunk kell. Figyeljünk oda valamire, ami számunkra most nagyon fontos. Október 25-én nyílik újra egy égi kapu a Plejádok felé, Alkioné felé, und e felett a nap felett Csikcsán uralkodik. Még mindig a 13. hullámban. Csikcsán lefordítva kígyót jelent. A kígyónak van egy szimbolikus jelentése, mutatja a megújulásokat, gyakran a belső változásokat, utal az érzelmeinkre, és arra is mennyire fontos, hogy pozitív érzelmeinket éljük, mint például a bizalom, vagy a szeretet, a hűség és a hála. Ez szép, ez az az érzés, amiből mi valamit formálhatunk az életünkben, érezzük a lelki dolgokat, és az isteni erőt is, az isteni segítséget is, és felfedezünk valamit, mégpedig azt, hogy ennek van gyógyító hatása, vagy betegségeknél, vagy ha van egy bizonyos helyzet az életünkben, ami bennünket szomorít, vagy betegít, mert idegesít ez a helyzet, akkor ezzel az energiával, ezzel a Csikcsán energiával ki tudunk lépni ebből a helyzetből, és érezzük ezt a gyógyító hatást. Megnyugszunk, jól tudunk aludni, és jól érezzük magunkat. Október 26-án nyílik újra egy égi kapu a Plejádok felé, Alkioné felé, még mindig a 13. hullámban, e felett a nap felett Kimi uralkodik. Kimi az lefordítva halált jelent. Természetesen lehet haláleset, vagy egy örökösödési ügy is, de Kiminek van egy szimbolikus jelentése, mégpedig az, hogy be kell, hogy valamit fejezzünk, le kell zárni valamit. Ezek lehetnek olyan furcsa gondolatok, vagy érzelmek, mint félelem. Ez lehet kapcsolat is, olyan emberektől elbúcsúzni, akik kihasználnak, megsértenek bennünket.
Ez lehet egy tárgy is, amire nincs szükségünk, akkor dobjuk ki, több helyünk van a lakásban. Ez lehet egy hely is, mert gyakran úgy érezzük, hogy vagyunk valahol, ahol nem érezzük jól magunkat, akkor változtassunk ezen. Október 30-án kezdődik egy új hullám, mégpedig a 14. hullám, és ez eltart november 11-éig. E felett a hullám felett, és október 30-a felett ok uralkodik. Ok lefordítva kutyát jelent. Persze lehet ez egy házi állat is, kutya vagy cica, de a kutyának szimbolikus jelentése van, és utal a barátságokra és a hűségre. Ez itt a téma. Átnézni azon, kiben bízhatunk meg, kiben nem, és a hűség, ez is fontos. Gyakran sokan úgy mondják, légy hűséges a nejedhez, vagy a férjedhez, a házasság területén. Ez szép és jó, én is így látom, de mi van akkor, ha valaki boldogtalan házasságban él? Akkor a hűség az nem a férjet illeti, hanem a szerelmi kapcsolatot. Mert én úgy gondolom, hogy az Istennél nem a papír számít, hanem a szeretet, a lelki kapcsolat. És ehhez legyetek hűségesek. Amit még megemlítenék, hogy ezeken a napokon tartok egy szertartást. Az mindig este 11 órakor kezdődik, persze ti is tarthattok ezeken a napokon egy szertartást, de ha gondoljátok, akkor jelentkezhettek nálam ezekre a szertartásokra, a díjam egy szertartásra, mint egy energiai egyensúly 3500 forint. Az időpont október 4-e, október 7-e, október 12-e, október 17-e, október 18-a, október 25-e, október 26-a és október 30-án. Az e-mail címem ritual@dendera-susanna-medici.com. És ez volt a havi bepillantás a Maja naptárba, ezekre a különleges napokra, amikor egy új hullám indul, vagy amikor egy égi kapu nyílik a plejádok felé, Alkioné felé. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!